A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az önök ízlése leszerepelt. Valóságsók, szappanoperák, Bundesliga frizura, pankráció, gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, makkos cipő, fehér zokni és Richard Kleiderman. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Önkényes mérvadó, minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzy. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Boros Gáborral és Puzsér Róberttel. Rajzfilmekről fogunk beszélni, olyan rajzfilmekről, amelyek végig kísérték a fiatalságunkat. Olyan rajzfilmekről, amelyek a saját kánonunk, a saját mítoszaink, amelyekben felnövekedtünk, meg olyanokról, amelyeket már tulajdonképpen felnőttként értettünk igazán, meg olyanokról, amikre nem szívesen gondolunk vissza a gyerekkorunkra, mert annyira nem édesítették meg, mint inkább, hát inkább frusztráltá tettek minket. Vannak ilyenek is köztük. Vannak olyan rajzfilmek, amikben fel lehet fedezni, hogy felnőtteknek is elrejtettek benne egy-két kapaszkodót, arra gondolva, talán mert szülők készítették, hogy majd ezt végig kell ülni a gyerekkel, és addig minél kevesebb érfelvágás történjen abban a háztartásban. Giovanni Gatto például? Ja, az más kérdés, most ugye sorozatokról fogunk beszélni, de valóban a Macskafogóban a Giovanni Gatto az ugye Macska Jancsi. Azt jelenti olaszul, mert a Gatto a macska, a Giovanni meg ugye János. 35 éves elmúltam, mire erre rájöttem, és hát nem magamtól. Én meg tőled tudom. De itt magnizok vele a rádióban, mint ha én most elmondtam volna neked. De Robi, finom. Úgy hallom, hogy te ezt most tudtad meg. Benned ez most tudatosult. Jaj, vicces. Az igazság, hogy az klasszikus, és nem tud kimerülni, mert egy életen keresztül találsz benne újabbakat, meg újabbakat. Ilyen olyan ejtőernyős poénokat, amik 25 év alatt esnek le. Vegyük is az első ilyet. Kérem a következőt. Ugye ez nem más, mint a Dr. Bubó, ami 1974 és 83 között gördített ki epizódokat, és ugyanaz az istáló, mint a Macskafogó, amit az előbb említettünk, Romhányi József és Nep József a szerzői, illetve Nep József és Ternovszky Béla rendezték. Ez egy elég érdekes világban játszódik, ahol egyrészt más problémájuk sincsen, mint házi orvoshoz menni, másrészt ez a csörmester figura, aki ugye a helyi rendőri erő, ő mintha több hatalommal rendelkezne, mint amit mi ezen a kontinensen megszoktunk. De az is milyen érdekes, hogy akármi probléma van, de tényleg akármilyen probléma felmerül, rögtön az orvoshoz mennek. Mert az egyetlen tanult ember az egész erdőben, érted? Egy maréknyi süttyók között persze, hogy az orvos a legolvasottabb, legiskolázottabb, de az állatok között, hát ott meg pláne. Hát jó, az állatok között a bagoly az az, ami az orvos az emberek között. Ő a bölcsességnek a megtestesítője. És a csőrmester az meg, hát ő egy ilyen rendőrbíró, aki így a hatalmat képezi és képviseli, és amikor tudja használni a kultúrált bubót a maga hatalmi céljaira, akkor használja, és akkor jóba van vele. Abban a pillanatban, hogy az útjában áll, elsöpri. Tudod, mi a benyomásom erről a két figuráról? Képzeld azt el, hogy egy ilyen középvezető multis csávó két diplomával, három nyelven beszél, és hát lemegy edzeni, mert ugye az irodai munka mellett nem árt a mozgás. És ott az edzőteremben megismerkedik egy ilyen tajt gyúros csávóval, aki viszont másra se jó a világon, csak gyúrni. De ez az a közeg, ahol találkozik egy ilyen tanult ember, meg egy ilyen kis kokszos ilyen kis húsgolyó. És valahogy ilyen benyomásom van, hogy a csőrmester a gyúrós, és a Dr. Bubó meg a konditeremben néha letévedő, alibiből edző, tudod? És az Ursula, akinek egy szív volt az orra, és így, ha ránézti, akkor láttál egy szívet, mert így jelezte,
hogy ő szerelmes Bubóba. És ő valóban szerelmes. De egy medve egy bagolyba. De hát, láttunk már olyat, hogy egy medve nagyon-nagyon komoly szexuális ráhatást gyakorolt egy nála kisebbre, és egy Oscar díjat is kapott érte utána Leonardo DiCaprio. Ezért az elhált éjszakája. Ez volt. Az azért a pár forró pillanat. De ez nagyon szép minden, csak azért beszéljünk egy kicsit Dr. Bubóról is. Nem tudom, hogy nektek mennyire van meg az ő személyisége. Én azt nem értem, hogy tud zakóban repülni. De jó, de valójában ő is egy szélhámos. Tehát az kiderül, hogy ő nem egy tanult ember, csak úgy csinál, mintha az lenne. Hogy lenne, hiszen egy bagoly. Az állatokhoz képest az valójában. Oké, de valahogy gyönyörűen vegyíti az ilyen tudományos és áltudományos ezoterikus dolgokat a legnagyobb ilyen minden egyben blog típusú baromságokkal. Mivel szerinted az ezotéria nem tudomány, Boros? Ja, hát bocs, jó, szépen nézünk ki. Figyelj már, a szöveg reflektál erre, hogy kígyónak lábsó. Tehát, hogy itt most mi haszontalon dolgokat fogunk adni a pácienseknek. Nem, ez egy brutális kritika a Dr. Bubó a Kádár rendszerről. Egy rohadt kemény szatíra a Kádár rendszerről, arról a világról, ahol még durvább, mint a Kádár rendszer, mert ezt legalább még emberek csinálják, azt meg még feszítsük egy kicsit tovább, rakjuk ki az erdőbe, személyesítsük meg ilyen állatokkal, és meg lehet mutatni, hogy milyen az, amikor tökéletesen alkalmatlan emberek kerülnek mindenhova. A totális kontraszelekció. Mindenki a legalkalmatlanabb arra, amit éppen csinál. A teknőc az a járőr. Az a küldönc. Teknőc erdő, tényleg ebben csúcsosodik. A teknőc a küldönc. A leglassúbb állatra bízzák, hogy vigyel a levelet. Ha egyetlen egy rosszabb választásod lehetett volna a küldönc szerepét kijelölni, ha valamelyik növényt választott ki az erdőben, mert az lassabb. Nem? Azt meg kell várni, amíg oda nő. Ami akkorára nő, hogy már eljut a csomag rajta keresztül. Nem. Hát pont az a lényeg, hogy így lehetett a Kádár rendszerben elmondani egy ilyen maró kritikát, egy ilyen rohadt kemény kritikát. És ez hogy csúszhatott át Acél Gyuri bácsiéknál? Azért, mert kis állatkák voltak. De az Acél Gyuri bácsiéknak nem, hogy leesett, az Acél Gyuri bácsiék folyamatosan használták ezt, folyamatosan operáltak ezzel. Pont ezek a szelepek tették a Kádár rendszert a legvidámabb barakká élhetővé. Ez legitimálta a Kádár rendszert. Ez szerettette meg a néppel Kádár Jánost. Ez az, ami hiányzott a Rákosi rendszerből. Ez okozta 56-ot. Hát tökéletesen, pontosan ez kellett, ez különböztette meg, igazán ez tette élhetővé azt a rendszert, a céléknak ez a terve volt, ez a szándéka volt. Tehát, hogy itt pont arról van szó, hogy mi ebbe beleláthassuk a rendszernek a kritikáját, és ez is egy szelep legyen, ahol leeresztjük a gőzt, ami majd nem fog robbanni. De Robi, hogy nehogy azért megismétlődjön 56, erről szólt a Kádár rendszer minden erőfeszítése. De annak azért örülünk, hogy mellesleg ilyen színvonalas kulturális produktumokat termeltek ki. Mert azért abban egyetértünk, nem? Hogy azért ez elég jó minőségű dolog. Igen, de imádjuk például a Hobónak, a Hobo Blues Bandnek a Vadászat című lemezét. De hát érdekes módon az is megjelenhetett. Az is lemezre került, az is forgalomba került, meg lehetett venni. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a rendszernek a kőkemény kritikája volt, mégis engedte a rendszer, és azért engedte, mert a rendszer mindvégig ezekben a szelepekben utazott. Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor. Kiről? A doktor Bubóról. Dőhög a harcsa, reumás a mókus, nem segített rajta, csak a pszichalágos. Beszél majd az utókor. Kiről? A doktor Bubóról. Üllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr, ahogyan én orvos. Beszél majd az utókor. Kiről? Doktor Bubóról. Beszél majd az utókor, doktor Bubóról. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin. A műsort szabadságunk alatt felvételről sugározzuk. Bőröndünkben Kleidermannal, Pletlivel, a gyermekszépségversenyekkel és a pankrációval épp más kultúrákból veszünk mintát sajátunk újraértékeléséhez.
az eredmény borítékolható. Az önkényes mérvadót halljátok. Rajzfilmekről beszélünk, olyan rajzfilmekről, amelyek végig kísérték a gyerekkorunkat, fiatal felnőtt korunkat, meg azt a kulturális hatást próbáljuk vizsgálni, amit ezek gyakoroltak ránk. Ilyen például a Frakka macskák réme. Ugye Frakról van szó, aki egy vizsla, na ő igazán magyar kutya. Ez a magyar nyugdíjas társadalom, akiknek már ugye a gyerekek, unokák, ezek már mind kirepültek, és ma már csak a kutyával meg a macskával éldegélnek, és hát várják a véget. De a vég helyett a magyar televíziónak a rajzfilm osztálya vagy stúdiója jön, és belülük épül a jövendő nemzedékeknek a tudata. Ugye itt van velünk Szerénke, és itt van velünk Lukrécia, a két macska. Ők a főszereplők, meg Frak. Valójában a mellékszereplők az emberek. Azért van egy pár ilyen. Én elkezdtem fölírni magamnak a karaktereket, és leírtam, hogy Károly bácsi, Vilma néni, és utána a Frakkot, a Szerénkét és a Lukrécia. Igen, de valójában és a Frakka... És közben jöttem rá, hogy ez a két fickó, a Vilma néni és a Károly bácsi tényleg csak a vokál. Abszolút. Valójában a két főszereplő Lukrécia és Frak. Uh-huh. Valójában Szerénke is hátrébb szerepel. Szerénkének az ostobasága az, ami általában a Lukrécia tervét bedönti. De valójában a helyzet az, hogy a szülők azok az öregek, ugye? A teljesen kockafejű Károly bácsi, Hanet meg a felsége. Hasonlít, illetve David Coulthardra ilyen szempontból. És a Károly bácsinak a fia az a Frak, vagy hát nem a fia valójában, értjük, hogy a kutyája, de a fiának a helyére került, uh-huh. vagy a fiának a helyére fogadta. Az Irma néninek a lányai, Vilma. Meg a Lukrécia, meg a Szerénke. Teljesen nyilvánvaló, hogy a lány helyi értékén állnak a macskák, hiszen ezek személyiséggel vannak feltöltve, ezen meg a figurák. Lánymacskák. Igen, meg egyébként is lánymacskák. És a Frak, aki meg éppen egy fiú kutya, milyen érdekes, az pedig a maszkulin identitást hordozza. De nagyon ostoba módon. Mert buta igazából az esze az állatok között egyedül Lukréciának van. De eleve miért macskák réme? Tényleg a réme? Mert megkergeti őket, azok meg menekülnek. Jaj, de tehát mindig a... mint amennyire na jó, de ebben gúny is van, tehát abban, hogy Frakka macskák réme, ebben van irónia. Uh-huh. Hát minden résznek az a vége, hogy a Frak a konfliktust úgy oldja meg, hogy jól megkergeti a macskákat. Uh-huh. Tehát lehet, hogy valójában a macskáknak lenne igazuk, és befejeződhetne úgy is a történet, hogy a macskák győztek, de akkor a Frak így jól megrázza magát, és akkor na megálljatok, és akkor így színné kell. Valójában az egész sztorit a Frak türelme teszi lehetővé. Csak azért taktikázhat, tiki-taki taktikázhat Lukrécia, mert a Frak türelmes, és nem kergeti meg már az első percben. Meg hát elég hülye rajzfilm lenne, hogyha már az első percben kergetné őket végig. Átharapna a torkát valamelyikbe. Ne, belülről a tévéképernyőhöz csapkodná ilyen üveghangot. Jó, de minden egyik epizódban az van, hogy a macskák gyakorlatilag hülyére veszik a Frakkot. Uh-huh. Vagy legalábbis megpróbálják. De nem a macskák, hanem Lukrécia. Az Lukrécia és a Szerénke picit olyan, mint a TNT-ben a Dobrádi Ákos és az Inti. Ugye? Tudod, az Ákos és a másik. Nem, szerintem meg úgy néz ki. Ezt már beszéltük. Szerintem meg úgy néz ki, hogy a nőnek annak két nagyon erős archetípusa a Lukrécia és a Szerénke. A Lukrécia, ő a femme fatale. Ő a démon. Ő a démoni nő, aki a csábító, aki behálóz, aki elragad. A Szerénke, ő a naíva. Ő a Marilyn Monroe. Ő a szőke butácska. Azt hittem, hogy az Szűz Máriát fogod elővenni. Nem, Mária és Éva ezúttal. De ez is két nagyon erős archetípus. Mm-hmm. Mind a kettő az Évához tartozik. Ugye itt Lukrécia, Schubert Éva. A Szerénke pedig Váradi Hédi. Mm-hmm. Nem más, mint. És Frak pedig Szabó Gyula? Szabó Gyula, a magyar népmesés mesélő Szabó Forever Gyula. Forever mesehang Gyula. Meg Kalambó is egyben. Uh-huh. Ugye az is Szabó Gyula. Na, mindegy. Na, érdekes lenne egyébként egy Kalambó hangot bekeverni egy Frak kép alá.
Nem? És Frak így visszajön az ajtóból a szivarral, ráhamúz Irma néni csipkéjére a tévé tetején, hogy van itt, volna itt még valami. Ja, de hol volt így... szerénke fél kilenckor január 3-án? Hát azt tudjuk, Robi, hogy neked kalambóról sincsen túl jó véleményed. De nem, most nem nincsen jó véleményem, de a kalambót azt most hagyjuk, mert a kalambó az izé, az szerintem gyalázatos, de erről Szabó Gyula tehet a legkevésbé. Erről is meg vagyok győződve. De egyébként a kalambó nagyon népszerű, ahogy az emberek szeretnek tűzbe bámulni, úgy a kalambó újabb és újabb teljesen tökéletesen egyforma epizódjait, dramaturgiailag 100%-osan egymást lefedő epizódjait is, megbabonázva nézik, egyfajta delejes mámorban, hogy így úristen, megint megtörténik ugyanaz, de kicsit másképp. De a frak epizódok mintha újra álmodnám ugyanazt az álmot, de ezek nem a visszatérő álmok a kalambó epizódok, ugyanazt az álmot újra meg újra, de egyébként sok rajzfilm így működik, de sőt, szinte az összes. Mindegyiknek van egy dramaturgiája, és az ismétlődik mindegyik alkalommal. Hogyha megfigyelitek, a zsebtévé is így működött. A zsebtévében is minden egyes alkalommal, ahányszor előkerült a bármelyik műsorszám, az ugye 6 állandó műsorelemből állt a zsebtévé, bármelyik előkerült, mindegyiknek a dramaturgiája 100%-osan azonos. Ezek ilyen tök állandó dramaturgiai elemek, amelyek még a mítoszokban is, ugye, tök állandó elemek kellett, hogy legyenek benne, a seregszemle, voltak ilyenek, hogy invokáció, voltak ilyenek, hogy Deus Ex Machina, voltak ilyenek, hogy enumeráció, millióféle állandó elem. Állandó elem, és valahogy ezekhez nyúlnak vissza ezek a sorozatok, ezek a rajzfilm sorozatok is. De ugyanez a kalambó. Hogy az emberek valójában élvezik a változatosságot, de élvezik az állandóságot és az ismétlődést. És ezt a kettőt, ezt egyszerre tudjuk megszerezni nekik a kalambóval. Hiszen újra meg újra ugyanazt nézik végig, mindig pontosan ugyanaz történik, és pontosan ugyanúgy, azonnal tudod a legelején, hogy ki a gyilkos. Nem a nyomozás, egyáltalán nem az az érdekes. Ki is iratkozik abból a világból, ahol a krimik nem zajlanak, nem a kalambó. Nem a sztori viszi, ezek szitkomok. Szituációs komédiák, a karaktert szereted, akit odaraksz ide-oda a különböző helyzetekbe, de nem kell annyira különbözzön a helyzet. De azonnal fogod, de azonnal tudod, hogy mi fog történni, az egész történet semmiféle meglepetés nem okozhat a formátumból fakadóan. Ugyanaz a nyugdíjas funkciója van, hogy legyen még valaki a nappalitban. És igen, a fraknál is ugyanez van, a vízipók csodapóknál is ugyanez van. Az összes rajzfilmnél, de van néhány rajzfilm, ahol nem. Ahol mindegyik epizód új, és mindegyik epizód meglepő. És ezek az igazán jó rajzfilmek. És ilyen például a Mézga Géza, ahol nincsen ilyen dramaturgia, ilyen állandó dramaturgia, pedig vannak olyan dolgok, hogy mondjuk a Mézga Gézában is dramaturgiailag egy valami megtörténik. De mindig valami kiderül, mindig valahogy, még hogyha van is állandó dramaturgia, a dramaturgia csak egy váz, ami élőszövetet tart. És nem pedig arról van szó, hogy van egy formátum, és azt a formátumot azt újra meg újra le kell gyártani, és újabb és újabb szereplőkkel el kell játszatni, meg újabb és újabb hősöket kell létrehozni, hogy ismétlődjön önmagáért ugyanaz. Valójában ez a tűzbenézéssel függ össze szerintem. A réges-régen a televízió az a tűz volt, és az emberiség év százezredeken keresztül nézte úgy a tüzet, ahogyan mi ma a tévét. És hogy valami nagyon hasonló dolgot várunk a tévétől, mint amit a tűztől kaptunk. A tűz egy folyamatos ismétlődés, egy kiszámítható ismétlődés, változás, de állandóság. És azt gondolom, hogy a kalambó, meg a vízipók, csodapók, meg a megannyi rajzfilm pontosan ezt az élményt akarja megszerezni nekünk. Önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Boros Gáborral itt a 90.9 Jazzén. Saját gyermekkorunk rajzfilmjeiről beszélünk, hát magunk nevében, mert 40 epszilon sugarú környezetének megfelelő életkorral rendelkezünk. Épp a fraknál tartunk, azt írja egyébként Lukréciáról, hogy kövér fekete macska, fondorlatos és ravasz. Mikor volt az kövér, az a macska? Nem kövér, egyáltalán nem kövér. A Lukrécia az... Body shaming, ami itt történik. Igen. Az az igazság, hogy a Lukrécia az kiemelkedik az állatvilágból. Még
hogy mondjam, ő nem olyan ostoba. Mindegyik másik igazából a szerénke, ő a legkorruptabb az állatok között. Ő a legkorruptabb. Ő mindig arra hajlik, amerre a tejci. A Lukrécia, ő kifejezetten gyűlöli Frakkot. Tehát, hogy ő kifejezetten gyűlöli. A szerénke igazán nem is gyűlöli a Frakkot. Sokkal jobban szereti a tejcit annál sem, hogy ő gyűlölje a Frakkot. Aha, és tudja, hogy ahonnan a tejci jön, a Frakkot tanyázik valahol, arrafelé. És hogy a Frakk az a tejci érméjének a másik oldala. A Lukrécia az úgy akar tejcit, hogy a Frakkot nem akarja. Nem érzitek úgy, hogy ez a, mondjuk a Frakk, az a Mr. Stokes a csengetett Milordból, a szerénke az a Miss Poppy, és a Lukrécia pedig a leszbi Miss Sissy. Nem? Egy picit. És akkor a Frak választja el őket a konyhán található jóságoktól. Én még azért visszatérnék egy picit arra, amit a Robi az előző blogban mondott, hogy újra és újra ugyanazt éljük meg, újra és újra ugyanaz a történet ismétlődik. Ugye Kalambót hoztuk példaként, és ugye ez valahol a Frak típusú rajzfilmekre is jellemző. És hogyha én most azt mondom, hogy fraktál, hogy a Frak eszik egy, a Frak eszik egy tálból, amiben bele van festve a Frak, ahogy jó, eszik egy tálból, és akkor abban benne van a Frakk. Igen. És ez a tökéletes fraktál, nem? Hát és minden újabb epizód egy picit az előzőnek a leképezés. Újra tálalja a Frakkot. Áttálalja. Igen. Beszéljünk a hohóhorgászról. Na az, a hohóhorgász, ugye ezek az eddigiek, mondjuk a Frakk, abban el volt rejtve egy kis trónok harca, tudod? Hatalmi erők, Lukrécia, Frak, a kettő között ügyesen játszadozó, herélt szerénke. Ő jól taktikázik, de igazából sehová nem húz érzelmileg. Ugye a Dr. Bubó tele van különböző utalásokkal, ha más nem, tényleg a teknőcernő személyében, aki tökéletesen a neki nem megfelelő állást tölti be. De a medvére van bízva, hogy ápoljon. Tehát a medve az ápolónő. Tehát, hogy teljesen érted, nézed már meg mindegyik szó szerint egy vicc, és ugyanekkor a hülyeség, hogy a bagoly okos lenne. Egyébként, tehát ez is egy ilyen finom jelzés. Na most ehhez képest, ez honnan jön ez a feltételezés, hogy a bagoly az okos? Mert könnyen projektáljuk az okosságról, az okossággal kapcsolatos. De a bagolynak szemüvege van? Nincs szemüvege. Ez is valami szemes bagoly. Van egy ilyen... Nagy kerek szemüregge van, vagy... Nem, arról van szó, hogy... Ismerem a karaktert, a bagoly, de honnan származik az, hogy... Az igazi bagolynak. A bagoly az egy olyan karakter, amire... Egy olyan karakterisztika, amire mi könnyen tudjuk ráprojektálni az okosságról való fogalmainkat, elképzeléseinket. Valójában bennünk van az okosságról egy kép, és arra egy jó projektív felület a bagoly. Egy rossz projektív felület egy sokkal rosszabb projektív felület a béka. Az biztos. Érted? Tehát, de valójában tudom, nem arról van szó, hogy a bagoly okos lenne, bár a békánál nyilván okosabb, hiszen nem véletlen a bagoly eszi a békát, de a bagoly nyilván okosabb, mint a béka, de nem azért tudsz rá könnyen projektálni, hanem mert egyszerűen projektívabb felület az okossághoz. Szerintem a La Fontaine ezt a projekciós hálót ezt rendesen átrendezte. Nem? Tehát mondjuk a hollóhoz társítottál mondjuk lopást, mert az a szarka szokott lenni. A róka mindenképpen ravasz. Nem is tudom, a különbség a kettő között. Ugyanolyan fekete madár, holló meg a szarka. Vagy hát, hülyeséget mondod? Nem, én szerintem nem mondasz hülyeséget. Egy ornitológus vagy egy erdőkerülő szerint viszont igen. Vagy városkerülő. Aki kerüli az erdőt, ne pofázzon az erdőről, jó? Ja, menjen már be! Nem? Ahelyett, hogy bemenne. Ja, iskola kerülő, munkakerülő. Ja, munkakerülő pofázik arról, hogy dolgozzunk, na, hogy már erdőkerülő arról beszél, hogy mi van az erdőben. Szóval, ahelyett, hogy bemenne. Oda akartam kiukadni, hogy a hohóhorgász az nem tartalmaz ilyen utalásokat, véleményem szerint. Tehát, hogy ott tényleg az volt a szándék, hogy gyerekeket szórakoztassunk.
ugye itt más istáló, a Fraknál Bálint Ágnes volt a szerző, a Horgász esetében ez a Csukás Sajdik szerzőpáros és Dargai féle rendezés. Na most a Horgász az egy félkegyelmű, nem? Teljesen fogyatékos a csávó. De és horgásznak mondja magát, és az életben egy halat nem fogott. És egyetlen egy epizód van, a valami karácsonya van, vagy születésnapja van, amikor a halaknak megesik rajta a szíve, és így megszerzik neki azt az örömet, hogy valaki beáldozza magát, hogy kifoghassa a horgász, és akkor valami olyan népünnepé, valami olyan fiesta kezdődik a horgásznál. A horgász, azt tudod, mire lett felfűzve? Erre a nagyot mondó horgászra, aki azt hazudja, hogy mekkora halat fogott, de amit valójában... A taxis és a horgász ilyen szempontból egy törről fakad, nem? Igen, de valójában a horgász... Nem kértem tőle pénzt, áthajolt a sebváltón. A horgász az nem, az egy valamivel nincs tisztában, mármint az alkotók. A horgász az tisztában van, hogy nem a halról szól egyébként, lehet, hogy a horgász sincs tisztában, hogy nem a halról szól ez az egész, hanem arról, hogy legyen kifogásom arra, hogy a parton ülök és meditálok. Na erről van szó, ez a horgászat lényege, semmi, ne kelljen ott semmi köze a halhoz, semmi köze a halhoz, az a lényeg. De amikor kifogja a halat, boldogan rohan haza a feleségéhez. Valójában, ha bizonyítási kényszeres, a bizonyítási arra, hogy ő tényleg azért van, nem azért, hogy ne asszonynak nem tud más téren bizonyítani? Arra gondolhat. De nem az asszonynak nem tud más téren bizonyítani. Arról van szó, hogy azt kell bizonyítani az asszonynak, hogy jogos, hogy nem volt otthon és nem végzett házi munkát, hiszen ő hozott egy halat, amit ő kifolygott ettől a nő férfiasabbnak érzi, és egy kicsit be is nedvesedik. Érted? Tehát, hogy nem a haltól, egyáltalán attól, hogy a vadász hozott haza valamit, vagy a halász horgász hozott haza. Érted? Ha halról szólna, ha halfogásról szólna, akkor hálóval halászna, mert a hálóval halászás, annak nincs sportértéke. Érted? Lehúzod a halastavat. Érted? Behúzod róla a halat. A horgászat az arról szól, hogy te egy játszmába lépsz. Adsz esélyt a halnak. Nem arról van szó, tehát hogy arról van szó, hogy őt te lépre csalod. És ha sikerül lépre csalnod, akkor kifogod, ha nem, akkor csak ültél a parton, és valójában a lényeg az nem arról szól, hogy halat akarsz. Ezért nem halász vagy, hanem horgász. Hanem arról van szó, hogy meditálni akarsz, uh-huh. de a puszta meditáció nem elég ahhoz, hogy megülj a seggeden. Ha van egy kapásjelző... Rögtön lebuziznak, hogyha meditálni kezdesz. Ha horgászol, akkor az rendben van, akkor közben vakarhatod a csomagot, abszolút. Meg meccseredményekről, meg lóversenyről okoskodhatsz. Az rohadt férfias. Igen. De valójában arról van szó, hogy te azért ülsz a parton, mert meditálni akarsz. Uh-huh. De hogyha nincs egy kapásjelző, amit nézzél, akkor nem tudsz meditálni. Ez az igazság. Nem olyan könnyű meditálni. De ha már van egy kapásjelző, vagy ott a bot vége, amit nézhetsz, uh-huh. akkor már sokkal egyszerűbb. Egyszerűen felhatalmazást kaptál a felettesétől, meg a kulturális kontextusod, beágyasztál egyszerűen egy ilyen meditációs eszközt, egy ingázt, lehetőséget, egy kifogást arra, hogy ülhess a parton és nézhess a vizet, ami a legjobb dolog a világon, mint tudjuk. Nincs egy... De miért a legjobb dolog egyébként, amikor a parton ülsz és nézed a vizet, esetleg tábortüzet gyújtasz? Van fogalmad? Miért ez a legjobb dolog? Miért ez a legjobb dolog a világon? Mert a négy elem egyesül lehetsz. Abban a pillanatban, a négy elem. Mm. Ott van a föld, ott van a víz, ott van a levegő, és ott van a tűz. A horgásznál tartunk, és ugye megfejtettük, hogy hát persze azért szeretnek meditálni, vagy nem, azért szeretnek horgászni, mert így köntösbe bújtatják a meditációt. Na most az a nagy kérdés, hogy ez így van-e? Gondoljatok bele, amikor horgászok mellett mentek el gyerekként, mindig rám szóltak a szülők, hogy halkan, mert elijesztitek a halakat. Hol nem szarják le a halak, hogy én beszélek el? Ez tényleg igaz? Nem azért van, mert meg elijesztitek a horgászokat? Nem, azért van, mert elijesztitek a halakat, mert a víz nagyon jól viszi a hangot, és tényleg elijesztitek a halakat. Tehát nem igen? Szabad kiabálni tehát akkor, amikor horgászolja. Akkor ezt nem azért találták ki, hogy a meditációt nem, ezt nem azért találták ki, nagyon-nagyon durván jól viszi a hangot. Hogyha lemész a víz alá, és onnan hallgatózol, akkor hallod, hogy a víz alatt elképesztően jó hallásod van.
elképesztően jó. Na de leginkább olyan dolgokat hallasz, amiknek, amelyeknek kontaktusa van a vízzel. Tudod, na igen, világos, fenék, de a, világos, de a parton elhangzó hangok, azok felhangosodnak a víz alatt. És attól megijednek a halak? Nem, a halak nem szoktak arról van szó, hozzá, hogy jönnek különböző környezeti zajok a vízen kívülről is? A halak azok folyamatosan arra tendálnak, amerről kevesebb veszélyt éreznek. Ez egy ilyen... De egy kukacsal le lehet őket kenyerezni, vagy egy kenyérrel le lehet őket kukacozni. Valójában arról van szó, hogy nem merték azt az egy kukacot se feltűzni. Valójában az egész, a lényege a horgászban, a horog, tényleg, nincs is ott horgász horog nélkül. Miféle horgász? Hát a nevét a horogról kapta, basszus. Pont az a lényeg, hogy te egy horoggal fogod ki, nem hálóval, hanem horoggal. És nincs horog az egészben, mert nem lehetett feltűzni a kukacot. Nem, hát ilyet a horgász nem csinál. Volt. Hanem a kukacnak egy ilyen öve volt. Igen. És felrakta az övet. De magára akkor, rakta föl, ő saját magára, önként, igazából igen. Önként. Igen. Ez az a rabszolga, amelyik a lábára, a saját lábára rácsatolja a láncot. És föl nem merült, hogy őt odalent meg fogják enni a halak. Tehát hatalmas panságban volt lent a halakkal. Fia, a kukac az két világpolgára volt. A kukac volt a legnagyobb király az egészben. Szopatta a horgászt, miközben lencspanolta a halakkal, és kiröhögte a horgászt. Tehát a horgász azt gondolta, hogy ő használja a kukacot, valójában a kukac, mert a kukac folyamatosan visszaélt, ő kettős ügynök volt, ő folyamatosan kifelé azt játszotta, hogy ő ott lent halakra. Ő dolgozik, arra igen. Hivatkozott, hogy ő dolgozik. Mert senki nem tudja megnézni, hogy ott Igen, mert a horgásznak nincs halszeme, nem tud lemenni és megnézni, hogy mi van lent. Halszem optikája lehet. Egyébként meghallgathatta volna nyugodtan, de a horgász hülye volt ehhez. De tényleg borzasztóan hülyére vették valahol a hóhorgász a halak részére. Ő volt az ő ukrin Benedekjük. Nem, hogy szerették, de a művészetét nem tisztelt. Trash élmény volt. Igazából a halak úgy szerették, ahogy tényleg az ukrin Benedeket szeretett. Vagy valami... Tehát ők a horgászt azt szerették, hogy ilyen nyomorult. Tulajdonképpen úgy voltak vele, hogy amíg ez a nyomorult horgász jön, addig semmi baj nincsen. Mert azért ők is sejtették, hogy létezik a teremtésben olyan, amelyik veszélyezteti őket. Igen, de tudták, hogy ez nem a Balázs Péter. Tényleg Balázs Péterrel és a kukac Mikó István. Igen. Aha. Kicsit ilyen, hát nem akarok rossz indulatú lenni, mert Vígszínház színészekről van szó, de azért egy picit egy ilyen rádiókabarés felhangja is. Saskabarés felhangja, azt igen, ennek az összeállítása. Vajon hogy kerültek a Vígszínházba Eszenyi Enikő kezei közé? És Víg? Az se véletlen. Nehéz egyben tartani ezt a márkát. Na most a felesége a horgásznak bármennyire nálatok... él az emlékeitekben? Mert van Tóth Judit a szinkronhangja, de nem emlékszem a horgász feleségére. Ugye Kalambónak a feleségét vannak tényleg nem olyan látom, epizódok, a horgásznak van felesége. Vannak olyan epizódok, amik télen játszódnak a ho-ho-ho horgászban, és horgász? Ott lehet, hogy csak egy rész van, de azzal kezdődik az epizód, hogy nagyon depressziós a ho-ho-ho, mert nem tud kimenni horgászni. És akkor ott a feleségével valamit feszkóznak. Otthon kell lenni a feleségével. Ez ilyen Christmas special, nem? A horgászból és úgy kezdődik, hogy ha itt a tél, a hideg tél, a horgász szíve mit remél? Meg itt ilyenek vannak, hogy nincsen sajt, nincsen hal, csak kokokó kolbász, így megy a nagy ho-ho-ho. Valami ilyesmi. Szerintem ez egy semmire kellő rajzfilm sorozat volt, őszintén szólva. Én nem kedveltem nagyon. Tehát inkább sújtva érzem magam a horgász által sem, mint szórakoztatva, őszintén. De a gyerekek azok tök jól vannak. Ezt gyerekkorodban fogyasztottad, Robi, vagy azért már voltál rá tizenvalahány éves? Természetesen gyerekkoromban is fogyasztottam, meg később is. De már a gyerekkoromban levágtam, hogy a Mézga Géza sokkal jobb. Tehát, hogy ez azonnal feltűnt. Tehát egy érdekes módon a gyerek is azonnal levágja, hogyha valami sokkal jobb, nem? Egy olyan azonosulás élményt nem tudok elképzelni, hogy mondjuk megnézem a Mézga Gézát, másnap bemegyek az óviba,
és eljátszom, hogy van időgépem, és a kövüki küldött nekem egy valamit. Igen. De azt nem tudom elképzelni, hogy én vagyok a kukac, kösdráma, izét, és igen, a damiért, és akkor igen, beugrok. Nem játszom horgászos. Mekkora volt a merítése, a Mészga Géza, de vagy mennyit vállalt a teremtésből Mészga Géza, és mennyit a horgász vajon? Az önkényes mérvadóban eddig rajzfilmekkel foglalkoztunk, és ezt a továbbiakban is szándékunk megtartani, ezt a jó szokásunkat. Ugye a Dr. Buborról beszéltünk, és ott találtunk egy-két kapcsolódó pontot a korhoz. A frakról beszélgettünk, illetve a nagy horgászról. Mi a helyzet a kockás fülű nyullal? Ebben nem maradt meg jó formán semmi, de rákerestem a neten, hogy kockás fülű nyúl, erre kijött az angol Wikipédia a kockás fülű nyúllal. Ugye azt tudtam, hogy a Mészga Gézát vetítették más országokban. Kockás fülű nyúlról fogalmam nincs. A kockás fülű nyúl az egy szuperhős. Az valójában egy ilyen szuperhíró. Ő olyan, mint a pókember, vagy olyan, mint bár. Tehát ő nagyon súlyos katasztrófákat hárít el. Superman. Uh-huh. Milyen katasztrófákat? Hát két hát, gyerek... Két ember nagyon-nagyon súlyosan összevész. Eufemizált családon belül ilyen gyerekszivakodásokba avatkozik bele. Nem, valójában valami hamisság történt. Valaki rossz lelkű áruló, valaki ott valami gonoszságot elkövetett, amit nem látott senki, csak a kockás fülű nyúl a távcsövével. Ez az amerikaiaknál, ezt úgy hívják, hogy neighborhood watch, de ez nálunk a polgárőrség. Tehát ő egy plüss polgárőr. Igen. Egy önjelölt rendőr, mondjuk. Igen, de mondom, család. De ő nem pusztán rendőr, ő igazságtévő. Ezért mondom, hogy szuperhős. Ő azt figyeli, hogy hol történik igaztalanság. Tudod, mi az, és amikor érdekes? Megtapasztalja az igaztalanságot, akkor közben... De valamiért mindig a körben történik az igaztalanság. Hát a látókörében, ugye, szó szerint. Ahova ellát a tápcsövivel. Igen. Tehát az, aki a genyó... De kurva, az mindig megtalálja ugyanaz. Mindig ezt a szituációt. Belenéz a tápcsövébe és azonnal. Na most azt tudni kell... Nem egyszer jobbra néz, aztán balra, és így beköl, középen valami. Így megtalál valamit. Érted? Úgy kezdődik mindig el. És aztán elkezdődik a történet. Most a kockás fülű nyúlról azt tudni kell, hogy Rihli Zsolt, ha jól mondom, ő az alkotója ennek a rendezője, opusznak, rendezője, vagy ő írta a történeteket is. Marék Veronika az író, és Rihli Zsolt a rendező. És a 74 és 76 közötti alkotásról van szó, most az stimmel is. Az én drága feleségemmel nagyjából egy házban laktak, és azok a karakterek, akik a kockás fülű nyúlban szerepelnek, aha, a kislány, illetve az a dagat rövidnadrágos kisgyerek, aki folyamatosan szemétkedik mindenkivel, ezek valóságos karakterek. Tehát azt hiszem Mozdony becenévre hallgató gyerek, ez aha, a kis genyó, aki egy létező gyerek, és a feleségem ismerte. Azon kívül, ugye zuglói történet, az akkor Budapest legmagasabb lakóépülete, lehet, hogy ma is az, de a Kassai téri magas ház, uh-huh, ahol láttuk már Gyurcsánytól Puzsérig mindenkinek az óriás plakátját kifüggesztve. Ez sem véletlen. A kockás fülű nyúl annak a tetején lakik. Aha. A Kassai téri magas ház valószínűleg a legnagyobb lakóház, ugyanis Budapesten a rádió és televízió adótornyok után az épület célú épületek közül a parlament és a bazilika a legmagasabb. Mi az, hogy épület célú épület? Hát, hogy hogy emberek belemenjenek és ott tartózkodjanak benne. Nem egy antenna, hanem egy igazi épület. Az antenna is épület, hiszen felépült. Ennél többet nem lehet elvárni egy épület. Az antenna nem épület, az adótorony az nem épület. Nem, az nem épület. És tudod, mit gondolok őszintén, hogy az Eiffel-torony sem épület. Mert egy ilyen vasszerkezetű dolog... Sőt, a parlament se az. Az egy műtárgy, nem? Az egy érdekes, tehát hogy mondjam, hiányzik belőle, mert ha egyszerűen csak egy vasszerkezetet összeraksz, az még nem épület. Azt azért érezzük, hogy ahhoz falak kellenek. Az Eiffel-torony ezért tulajdonképpen ebből az adótorony kategóriából, ami még nem épület, abból a legmagasabb, ami van, az Eiffel-torony, a legnagyobb.
De valójában az Eiffel-torony nem épület, hiszen nem lehet benne lakni. Nincsenek falai. Az egy vasszerkezetű torony. Igazából az adótorony kategóriában indult, és betetőzte és megkoronázta azt, és átadta a helyét végleg az építészetnek. Mm-hmm. Tehát, hogy így az épület, azt érezzük, hogy annak falai vannak, ott tégla van, ott habarcs van, vagy legalább betonlapok. Tehát, hogy ott az épület az nem lehet csak egy vasszerkezet. De hát bizonyos emeletein étterem üzemel az üvegfalakkal határolt. Az be van építve, de igen, az Eiffel-torony nem épület. Mondjuk azt, hogy nem túl hatékonyan oldották meg, hiszen 300, nem tudom, 50 méter sikerült magasságban. Sikerült beépíteni bizonyos helyeken az antennát. Szintet tud, de hogy valójában erről van szó. Aha. De tényleg nem tudunk többet beszélni a kockásfülű nyúlról? Nem érdemes. Eiffel-toronyig kanyarodtunk el. Nem hiszem, hogy jó. De az is egy kedves mese, tehát gyerekeknek szól, és a gyerekek úgy tudnak lefeküdni, miután megnézték, hogy az agyuk nincs telebombázva mindenféle olyan káros vizuális ingerrel, amitől az éjszaka közepén sírba jönnek át. De helyette eladtak nekünk egy olyan világot, ahol, hogyha egy plüssnyúl nem tud helikopterezve repülni, akkor nem talál meg minket senki az igazságtalansággal szemben. Senki, soha, hanem mindvégig, mindörök ilyen leszünk tiporva, mert nem látta a távcsövön egy plüssnyúl. De valahol hamis reményt ad arra, hogy a családon belüli erőszakot, ha újra megtörténik, majd a kockásfülű nyúl meg fogja akadályozni. Igen. De ezt kétlem. Másrészt, meg mi az, hogy nincsen hamis vizuális ingerrel való üzérkedés? Hát kockás a füle neki, nagyon eleve egy mese az egész, és ezért van egy kedves kockásfülű nyulam és egy egész mesét írok köré. És akkor tulajdonképpen ezek a rajzfilmek úgy készülnek, hogy a szülő meséli a gyerekének a mesét erről a nyúlról, hogy ez hogy repül, meg helikopterezik a fülével, és hova repül, meg mit lát meg. És aztán így úgy gondolja, mivel hogy ismer valakit a rajzfilmgyárban, hogy ebből akár lehetne többet is csinálni, mert hogy ez egy jó kis mese volt, amit a gyerek is szeretett, meg hogy hívják ezt a valóság? Így lesz belőle egy rajzfilm. Aki biztos kockásfülű rajongó. V.V. Aurelio, igen, ő is helikopterezett. Csak előtte nem távcsövezte be, hogy hát hova kéne helikopterezni. Hol van igény a plüss polgárőrre? Volt azért arra igény. Arra helikopterezése is. Igény is volt? Hát különben nem ment volna le a TV-ben. Biztos, hogy a kockásfülű nyúl ezt a Bully intézményt, a Mozdony nevű rossz kis fiú szerepében időben megtalálta, nem? És azóta ez így elmerült. Most kezd az amerikai televíziós filmes kultúrában így felmerülni, hogy akkor rehabilitáljuk a geekeket, akiken ezzel eddig röhögtünk, és szorítsuk vissza a bulliskodást, ugye ezt az iskolai gonoszkodást és erőszakoskodást. Jó, de azt azért hozzátenném, és kicsit megvédeném a, hogy hívják, ho-ho-ho horgász, bocsánat, annyira jelentéktelen, hogy már el is felejtettem. Tehát a ho-ho-ho horgásszal együtt megvédeném azért, mert ezek tényleg kedves mesék voltak. Tehát ezek nem olyan rajzfilmek, amiben ütnek-vernek mindenkit. Én mondjuk imádom a Tom és Jerryt, és azt hozzátenném, és gyerekkoromban is imádtam, és folyamatosan nagy csörtéim vannak a feleségemmel, hogy ezt most a 7 és 11 éves fiaim nézhetik-e. Szerintem nem annyira, szerintem meg simán. Egyszerűen egyértelmű, hogy nézhetik. Szerintem de értem, is. Értem, hogy ott olyan sérülést okoznak. Nem sérülés, hogyha sokat nézik, akkor este nem annyira tudnak elaludni, de ezek tényleg nagyon kedves mesék, és amennyire bárgyuk és bugyuták, ez ennek a korosztálynak ez nem árt, én azt gondolom. Már csak azt kéne megtudnunk, hogy a Grimm meséken felnőtt nemzedékek, azok lehet, hogy meg tudták védeni a helyet, ahol élnek. Az a kérdés, hogy a kockásfülű nyúlon felnőtt nemzedékek meg tudják-e védeni azt a helyet, ahol élnek. Kényes mérvadó a 90.9 Jazzin. A műsort szabadságunk alatt felvételről sugározzuk. Bőröndünkben Kleidermannal, Pletlivel, a gyermekszépségversenyekkel és a Pankrációval épp más kultúrákból veszünk mintát sajátunk újraértékeléséhez. Az eredmény borítékolható. Magyar rajzfilmek sorában azt hiszem, hogy a következő, amit így érinthetünk a 70-es és 80-as évek találkozásáról, az a Vízipók csodapók. Ez ilyen 76 és 84 között termelt epizódokat, és itt nem a klasszikus rajzfilmes istálókról van szó, nem, se nem a Csukás Sajdik Dargai,
se nem ez a Romhányi Nep József Ternovszky. Itt dr. Kertész György a szerző. Az utóbbi a lényegesen komolyabb és beletesebb. Én is afelé vonzódom, ezt meg kell mondjam őszintén. Igen. A vízipóknál mi a pláne? Az a helyzet, hogy elpiccselt hangon beszélt mindenki. Tehát mindenkinek... Lufisztak? Vagy lufisztak, vagy szerintem megoldották, ha nem is digitálisan, de akkor valami analóg hangtechnikával, de akkor mindenki... Akkor ahhoz lassabban kellett fölvegyék. De nem, hát akkor azt már meg lehetett csinálni, úgyhogy... A vízipók... Hogy nem kellett a sebességen változtatni. Az egy tolerancia demózás volt, az egy tolerancia előgyakorlat volt. Az arról szólt, hogy a keresztes, ugye, aha, a keresztes pók, keresztes, hát ő a keresztény, ugye, uh-huh, keresztes pók. És a vízipók a zsidó? Hát a vízipók a zsidó, a keresztes pók az a pókságot a keresztességből vezeti le. Ő azt gondolja, hogy a világon minden pók keresztes, olyan, mint ő. És jön a vízipók, amelyik azt mondja, hogy hát ő nem olyan pók, de ő is pók, csak nagyon másfajta. És az azt mondja, hogy az nem pók. Tehát mindig van egy ilyen a keresztes elvitatja a vízipóknak a pókságát, a jogát a póksághoz. Erről szól minden vízipók epizód. És de a végén elismeri. Na ez a vízipók, hát ez egy csodapók. Mindig ez a vége, ami azt jelenti, hogy hát kvázi pók, de egy ilyen, így innentől inkább már kicsit tiszteli. Az fontos, hogy benne van. De nem, de továbbra sem olyan, mint ő. Tehát, hogy így szó nincs arról, hogy így izé, hogy ja, hát akkor mi egyformák vagyunk, nem. Hanem, hogy azért ez egy ilyen fura dolog, ami akkor pók. De miért mondja, érted? Hogy csoda pók? Mert furmányos? Vagy? Nem, azért, mert nem érti meg, azt nem veszi be a feje, hogy vízre hálót sző, vagy a buborékból, vagy mi van? És valójában hát igen, ez van, mert hogy ezt így David Attenborough is megerősítheti. Egymás mellett élünk, és nem vagyunk egyformák, és ezt nem tudja felfogni. Ez a legnagyobb hazugság egyébként ebben a tolerancia hisztiben, hogy egyformák vagyunk. Hát pont, hogy nem. És ezt kellene megszokni, nem? Hát igen. De ha már itt úgy gondolod, hogy a keresztes pók a keresztény és a vízipók zsidó volna, ha úgy vesszük, és egy lábra áll, akkor hét lábát föl tudja emelni a magasba, és egy menórát képez. De ez se véletlen, ugye? Nyilván az alkotók is erre gondoltak, ez egész biztos. Ne. A vízipók, csodapók az tulajdonképpen erről szólt. És kettejükről szól, mert míg a többi rajzfilmnél jól behatárolható 3-5-6 karakter a főszereplő, addig a vízipóknál itt van ez a két pók, és utána ilyen csigák és rákfajták tömkelege. Érted? Akik csak nyivákolni tudnak. Semmi de különös. Annyira számtalan a számuk, hogy nem jön ki belőle még egy Lukrécia és egy Szerénke jellegű. De csodálatra méltó egyébként a keresztes. Ő a levegő királya. Ő a légtornász, és ő azt képzeli, hogy a teremtésben nincsen nála nagyobb. Nincsen nagyobb, mint a keresztes pók. Aztán meglátja a vízipókot, amelyik úristen a víz színén jön, és a víz alatt buborékokban él. Ez pók. És hogy ezt nem veszi be az agya, hogy ez valami, hogy lehet valami ennyire más. Azt gondolja, hogy ő eszetlen nagy király, és szembesülnie kell vele, hogy itt van egy ilyen erős kihívó. Ügyes kis kihívója. Igen. Amilyet még nem látott. Igen. Mert felmegy a városba a keresztes pók, nem? Igen. Hogy 30-35 éves koráig a Petrencer út mellett játssza az eszét, aztán bemegy Miskolcra, és hát a bányászok leiskolázzák az első fordulóban. Itt a 90.9 Jazzin. Rajzfilmekről beszélgetünk, olyan rajzfilm sorozatokról, amelyek a fiatal korunkhoz tartoznak hozzá elég szervesen, és hát ilyen a Pompom. A Pompom, ami nekem tök olyan, mint a Pamukli, őszintén. Szerintem ilyen hasonló srófra jár a kettő, van egy skizofrén főhős, ugye a Pumukliban ez Édermester, itt meg ez Picúr, aki egyébként a könyvben, ő nem Picúr, hanem ő neki egy másik neve van, de valójában... A könyv jobb volt?
De van ennek jelentősége? Van egy másik neve, Bogyó. Őt Bogyónak hívják a könyvben. Tehát őt átírták a rajzfilmesek. Szóval te a könyvet is olvastad. Igen, én olvastam. Tehát te rajongó voltál ezek szerint. Igen, sokkal jobban ki vannak dolgozva a karakterek. Igen. A könyvben és a belső vívódásuk. Igen, én követtem ezt. Én ismerem a hősöket. Az órarugó gerincű felpattanót. Radírpók. A radírpókot. Természetesen festék tüsszentő papci belőt. Na most nem azért mondom, tényleg a vízipók egy csodapók, de ehhez képest egy radírpók. Mennyivel ütősebb? Hát igen, de az egy másik világban van. Az már egy kicsit LSD-sebb, vagy LSD-vel itatottabb világ. Ugye a fantázia világa így hívjuk. Egyébként volt az a talán csehszlovák vagy lengyel sorozat, a Varázs Ceruza. Uh-huh. Meg tudjátok erősíteni, hogy melyik nemzetiség? Lengyel. Lengyel? Tudom, hogy lengyel. Hogy a Varázs Ceruzával ugye az történt, hogy a rajzolt kisfiú, ha egy ceruzával rajzolt valamit, az ugyanolyan igazi lett, mint ő. Mi ebben a varázslat? Hiszen ő is rajzolva van. Érted? Semmi varázs nem volt abban a ceruzában, az csak egy rohadt ceruza volt. Ez egy kislány, aki a sapkájával beszélget. Ebben nincsen semmi vicces. Itt van egy kislány, van egy sapkája, és a sapkájával beszélget, vagy nincs is sapkája, csak érzi a fején egy kis nyomást, és azt elnevezte pompomnak. Volt? Egy kis nyomást a fején, és azt hívja pompomnak, és ez az a pompom, aki meséket mesél neki az óra rugó gerincű felpattanóról, azt mondod, hogy picur agytumoros, és ezért az a pompom, ami oda nyúl és érzi a pompomot, és az beelesdézi az ő agyát, és eldeformálja egy olyan világba. Nagyobb a baj. Picur skizofrén. Kisoda pompom, hogy nem ismertek? Igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alakomat. Ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított buta kesztyű, vagy szobafestőpemzli, vagy papucs orrám pamutboj. Most leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy szép, hosszú ágon, föl-le. Mivel egy szellő hintáztatja az ágat. Picur skizofrén. Picur skizofrén. Picurnak van egy tévképzete. Az a tévképzete, hogy van egy barátja, aki a fején ül. De az iskolában... Ez a haja. Igen, de az iskolában, ahol neki egy szerepet kell játszania, a normális embert, oda nem jöhet be. Érdekes, ugye? Csak de azért megvárhatja. Csak négy szem közt találkozhatnak. Édermester és Pumukli csak négy szem közt találkozhatnak. Picur és Pompom csak négy szem közt találkozhatnak. Vajon miért? Hát teljesen egyértelmű, mert ő egy tévképzet. Egy tévképzet, senki nem erősítené meg. Bárki a valóságból nem látná őt. Ezért őtől el kell válni, mindig el kell búcsúzni, amikor belépünk, átlépünk a fantázia világból a valóságba. Ezért kell elbúcsúzni, és kérdezi a pompomtól, kérdezi, hogy megvárhatlak? Kérdezi a skizofrén tévképzet, és mondja neki a picúr, hogy hát... Ez kicsit ilyen flörtölős. Nyitva hagyja a lehetőséget, tehát nyitva hagyja az őrületnek a kaput. De például akkor az a kérdés, hogy picúr miért nem viheti haza pompomot? Hát otthon is magára csukhatja az ajtót, és akkor pompom beugrik az ablakon, és akkor ott együtt vannak, de a picúr lakásában sosincsenek együtt. Mert nem kell a sapkát fölvennie, amikor csak az utcán. Mindig csak az utcán van rajta. Az a sapkája. Az a sapkája a kis skizofrén gyereknek. Én azt hittem, hogy a haja. De az ilyen tavaszi nyári hangulatú az egész. Tehát minek sapka? Parások a szülők. De szerintem. Lehet, hogy figyelj, ha nem sapka, korábban akkor még volt már gond. Most nézd, ha nem sapka, akkor még nagyobb a baj. Most érted, a sapkájával beszélgessen a gyerek, vagy a képzelt barátjával, aki a fején ül. Szerintem egyszerűen otthon sincsen biztonságban, mert a korábbi gyógykezelésére a szülők szállították oda. És az nem volt egy kellemes emlék. Úgyhogy inkább otthon sem erőlteti. Az iskolában is azért bújtatja el ezt a szokását, mert fél, hogy a szüleinek bejárulják. Gombóc Artúr. Na, a kövér madár. Ő az, aki... Mert ő egy nagyon érdekes, összetett jellem, én úgy gondolom. Vagy szerinted inkább egy egyszerű... Szerintem az összes hős közül az első. Már úgy értem, hogy Pompomon meg Picuron kívül. De Pompom például nincs is benne a sztorikban. Ő nincs, ő csak a mesélő, de a Gombóc Artúr az állandó visszatérő szereplő, és valójában nem ő a főszereplő, hanem ő valami nagy megfejtő. Tehát akármilyen konfliktus van, ami elér egy olyan pontra, amikor már kezelhetetlen, mindig Gombóc Artúrt hívják,
aki egyébként egy ilyen gyakorlatilag, hogy is mondtad, étkezési zavaros? Vagy hát egy elég súlyos étkezési betegsége van. Tehát van egy nagyon-nagyon súlyos betegsége, de mégis valahogy olyan képességekkel rendelkezik, hogy teljesen egyértelmű, hogy mindig mindenki őt fogja hívni, mert ő meg tudja oldani a problémát. Mert testi fogyatékos és nem szellemi. Itt ezen a ponton válik el 1978-ban világosan ez a két kategória, amit az emberek még a 90-es években is egybe mostak. Mert azt hiszik, hogy megsérült, az fertőz, azt hiszik, hogy aki sántit, az hülye, és azt hiszik, hogy aki hülye, az fertőz. De nekem pontosan ezért tetszik egyébként Gombóc Artúrnak a karaktere, mert egy olyan figurát mutat be, ami nem a tökéletességnek a tökéletessége. Tehát nem egy olyan szuperhős, aki jóképű, izmos, jó humorú, és semmilyen hibája nincsen, hanem tényleg van egy ilyen rakás szerencsétlenség, akinek amúgy nagyon jó skilljei vannak arra, hogy problémákat oldjon meg. Egyébként az és azért jobban azonosulható, mint egy Superman. Kicsit túlsúlyos karakter, ez a munkahelyeden a könyvelőnek a figurája, tudod, a nagyhangú Gabika, akinek ha névnapjára ajándékot veszel, akkor mondja, hogy ugyan elmentek a francba, megbeszéltük, hogy nem veszünk semmit, de azért aranyosak vagytok, nem? Ez de nem ilyen a gombócartúr az olyan, hogy meglátja a csokoládét, és így elveszti az eszét. De tényleg, tehát onnantól akkor fogva... Akkor ő drogos, jelentsük ki. Addiktív. Lehet, hogy a gombócartúr az a picúrnak a múltja, az a drogos múltja, ami miatt a skizofrénia kialakult nála. Aha, tehát lehet, hogy ő valamilyen orvosilag lefogyasztották? De neki voltak táplálkozási zavarai? Nem táplálkozási, kábítószerfogyasztási zavarai voltak neki, nem táplálkozásiak. Nagyon jól táplálkozott. Főleg miután egy kicsit drogozott. Nem, szerintem nem így van. Szerintem úgy van, hogy a picúrnak van egy lehasaténje, és ez az a kitáplálkozási zavaros. Az a Gombóc Artúr, akivé ő válni fog, hogyha sokat zabál a csokoládéból. A Gombóc Artúr az egy lehasított tény, aki viszont tényleg sokat zabál, nem úgy, mint picúr. Picúrnak nem szabad annyit zabálni ezekből a csokoládékból, és picúr jól tudja ezt, ezért létrehozta a Gombóc Artúrt, aki Gombóc Artúr eleget tehet ezekből a csokoládékból, mindenféle csokoládéból mindent megkóstolhat, mert picúr tudja, hogy neki nem szabad. Picúrnak valószínűleg azért nem szabad, mert van valaki a környezetében, mondjuk akár az anyukája, aki ennyit evett a sok csokoládéból, és annak nem lett jó vége, és olyan, mint Gombóc Artúr. Ő egy ilyen csodálatos személy, ugyanakkor picúrnak nem szabad. Gombóc Artúr kiemelkedik ebből a mezőnyből, mert ez a radírpók, meg a madárvédő, golyókapkodó, festéktűszentő, habcibenő, és az említett órarugó gerincű felpattanó, ők epizódszereplők. Tehát a Gombóc Artúr az egy ugyanolyan állandó bástyája a sorozatnak, mint akár Picúr vagy Pompom. Pompom, ő a belépő a skizofrénia világába. Ő a kapuőrzője. Amikor belépsz, akkor Gombóc Artúr, ő már az, aki körbevezet téged, olyan, mint Vergilius, aki körbevezeti Dantét az alvilágban. Tehát, hogy ő az idegenvezető. Ő az, aki elvisz téged ebbe a világba, és ennek a világnak, aminek egyébként Gombóc Artúr is az egyik lakója, ennek a lakója, a radírpók, a festéktüsszentő habcibenő, vagy az órarugó gerincű felpattanó. Van még egy eleme ennek a sorozatnak, és ez pedig a Mézga család. Ugye itt a rajzfilmek között megint csak a Romhányi Nep József Ternovszky Béla háromszögről beszélünk. Ez a megáldott ihletett háromszögről beszélünk. Itt történtek a legjobb dolgok a magyar rajzfilmgyártás történetében. Igen, amíg a Bermuda háromszögben hajók és repülők tűnnek el állítólag, addig a Ternovszky Nep Romhányi háromszögből a macskafogó emelkedik ki. Végül. Meg a Mézga család. És ugye a Mézga családnak elvileg volt egy negyedik évad próbálkozása 2005-ben, két epizóddal, de három teljes évadot élt meg, amelyből ugye az egyik amikor az űrbe járkál az aladár. Az a második, a másik, szerintem. Amikor, nem is sorba mondom. Az első évad az a köbük is. Amikor... Igen. Amikor a köbüki küldi nekik a tuti cuccokat a jövőből. De várjál, nem a köbüki, őt öcsinek hívja, mert azért hívja öcsinek, mert a köbük
unokaöccse. És tök vicces az egész, leszármazott. hogy egy ősz öreg embert nevez öcsinek, ő viszont visszafele köbükinek hívja a mézgát, tehát a mézga a köbüki valójában, mert ő meg a köbük nagybátya. Igen, tehát ilyesmi. Az MZ per X a fiatalabb, hiszen ő él a jövőben. Igen. És ugye itt van ez, amikor a jövőből kapják a jó kis tuccokat, aztán ott van az, amikor az aladár az űrbe jár ki, a felfújható űrhajó az ágy alól. Hegedűtokból. És ez ugye ott van, amikor körbe mennek a világon. Ez az elragadó, hogy erről elfelejtkezünk, annyira magával ragadó, meg annyira brilliáns az egész mézga univerzum, hogy két komplett science fiction évadot készítettek. Az egyik az ugye a köbüki időben technológia küldős társadalomkritikus rohadt kemény, legszínvonalasabb rajzfilmek a magyar rajzfilmgyártás történetében, és ugyanakkor meg itt van emellett párhuzamosan, amikor Aladár utazgat az űrben, az pedig 100% science fiction, gyakorlatilag hasonló igénnyel vizsgálja ezeket a kérdéseket, ezeket a nagy, modern problémákat, mint mondjuk a Star Trek. Tehát, hogy az egy olyan évad volt, annyira progresszív gondolatok voltak benne, és hogy ez az elképesztő, hogy ilyen szinteken tudott kommunikálni a Mézga Géza, meg a Mézga Aladár, meg ez a világ. De hogy senki nem vette észre, hogy sci-fi-ről van szó, nyilván tudjuk, megértjük, de ugye mondjuk a szüleim, akik azt mondják, hogy én sci-fit, ilyen állatságokat nem nézek, ilyen kitalált hülyeség. Hát az, kitalált hülyeség, érted? Hát a Don Quixote is kitalált hülyeség. Úristen, amikor a Gulliver. Az... Igen, de ezekre egy szavuk nem volt. De amikor a második dimenzió, volt egy olyan, hogy elutaztak a második kétdimenziós világban voltak, hát én azt újra meg újra megnézem, de komolyan, az annyira zseniális, tehát hogy azt érzem, hogy még a Mézga Géza, meg Mézga Aladár, meg ezt az egész világot is meg lehetett tölteni annyira progresszív tartalommal egy ilyen, és ehhez kellett egyébként ez az egész ilyen kádárizmus, hogy egy ilyen viccvilágban lehetett csak progresszív tartalmat közvetíteni. Hát hamarabb fel. Miközben a karakterábrázolások is nagyon-nagyon érdekesek. Itt súlyosabban benne vagyunk egy valósággal összefüggő kis kapocsban, mint a bubó esetében. Én az elmúlt években szerintem többször néztem meg a Mézga Gézát így a gyerekeim jóvoltából, mint szerintem ti összesen. De remélem, hogy majd fogom. Jó szórakozást hozzá. De az a lényeg, hogy ilyenekre lehet rájönni, hogy ott van a Paula. A Paula, aki egy ilyen urinő, de egy ilyen rettenetesen ostoba, de ilyen folyamatos ilyen uri alűrökkel rendel. Ez egy lány, ezt nem átalja ismételgetni, ugye? Igen, és így utal arra, hogy gyerekkorában, és nagyon fontos, hogy gyerekkorában nekik szolgálójuk volt. Miért volt gyerekkorában szolgálójuk? Mert ez körülbelül a 60-as években játszódhat ez a történet. Akkor Paula egy olyan 40-es körülbelül, tehát szerintem abszolút borzalmas, ahogy ezzel a Hufnagel Pistivel szívja a vérét a Gézának. De érezni, hogy a folyamatos vérszívás még a Horthy érában született, és még abban a világban nevelkedett úrilány volt, aki utána megismerkedett a Hufnagel Pistivel, aki soha nem láttuk. Egy szélhámos. Nem feltétlenül 56-ban lelépett. Erre nagyon sok finom utalás a harmadik évadban, amikor ugye üldözik őt egy világon keresztül, ő egy 56-os disszidens. Ezt teljesen világosan kiselni az egészben. Persze, szélhámos. Hát ezt nem tudhatta. Ő volt a vonzóbbnak tűnő választási lehetőség Paulának. Minden nő kezében az ütőkártya, bezzeg az előző, bezzeg a Marci. Na de hol van most a Marcid? És amikor, Robi, te történész vagy, te ezt jobban tudod, hogy mi is történt a Horthy rendszernek az úri osztályával, azt így a második világháború, tehát az 50-es évekről. Kitelepítették őket. Tehát mindenféle gyakorlatilag olyan szinten társadalmilag kegyvesztettek lettek, hogy a Paulának, aki valószínűleg egy szépséges fiatalasszony lehetett, de ennek ellenére nem lehetett sok esélye arra, hogy valami jó partit fogjon ki magának. Megkapta a Kádár is a kis embert a nyakába végül. Pontosan. Géza. Megkapta Kádár János kis unokáját, ezt a proletár fiút. Nem a birtokról érkezett a tőke alapú jövedelem, kellett valaki, aki azért bejár csinovnyikoskodni valahová készpénzért. Ugye?
Pontosan, és ez a Mézga Géza. És, lehet, és ez a nagy megalkuvás a Kádár rendszerrel, a Hufnagel Pisti ígéretének az elszalasztása, és a Paula, ő az anya. Ő az anyaföld, ő Magyarország. Ő Magyarország, aki hozott egy gyendőt, és aki ez az ilyen Hortinak még az unokája, ő igazából, így a kis unokája, egy ilyen kis úri hölgy, akiből végül hát ilyen panellakót csinált a rendszer, mert hogy így ez lett az országban. Nem, ők a Kökölcsény utca 13-ban laknak. Tehát valami polgári lakásban laknak, azért azt ne felejtsük el. Ne, világos. És ugye ott lakott Máris szomszéd, aki szintén érdemel egy-két szót. Hát ő klasszik egyetemi tanár, vagy valami docens. De az is egy rohadék megalkuvó szervilis szemétláda. Tehát az ő karaktere a harmadik évadban, amikor együtt utaznak, akkor bomlik ki, hogy egyik másodperccel a másikra tudja felbontani a szövetségét a mézgáékkal, elárulni őket, majd visszasúnyolni hozzájuk. De az ő számára a mézgáék soha nem is voltak emberek, ezért ő nem követel bűnt. Emberellenes. De amikor megkapja az ingyen repülőjegyet, hogy elrepülhetnek Ausztráliába Steve Hufnagelhez, akkor azért boldogan elfogadja. Az, hogy miért nem a Hufnagel Pistihez mentem feleségül, az egy ilyen monarchia visszasírás, hogy ha most mi Ausztriához tartoznánk, bezzeg mennyivel más körülmények között élnénk. Nem? Jó, de volt egy komplett évad, ahol ezt a Hufnagel Pistit, ezt üldözték a földgolyón keresztül. És végül teljesen egyértelműen és teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy nincs Hufnagel Pisti, ő olyan, mint a Kalambónak a felesége. Hogy így átállítólag van felesége, de az soha nem bizonyosodik be, hogy de éveszik. Van, nyomai vannak, csak jó, el igen. kellett tűnnie. Hogy valójában arról van szó, hogy ez az ígéret, ami elől, amit elszalasztott valójában a Paula, amikor hozzáment a kádárista kisemberhez, Gézához, az ígéret soha nem létezett, nem volt igaz. Nem volt igaz, nem volt, soha nem volt érvényes ígéret, soha nem valósulhatott meg. Ha nincs 56, a Hufnagel akkor is egy link figura lett volna, és soha nem gondoskodott volna úgy Pauláról, meg a gyerekekről, ahogyan a Géza. Uh-huh. És ez a nagy értékítélet, meg ez a nagy értékválasztás a végén, az egész, ez a nagy csattanó, hogy nincs ez a Pista. Nincs. Akárhova megyünk a világon körbe kereshetjük azt, aki jobb lett volna, mint a Géza. Nincsen. De nincsen, Paula. Öreg vagy, mert nem kell ez senkinek, és a Géza szeret, és itt van melletted. Ez az igazság. Ez a versenyló, amiről álmodik a nő, hogy bezzeg az a csávó, mit tett volna, megértem, de ez első percben dobbantott volna, és nem húz le 40 évet gyerekkel, a kutyával, macskával. Az egész történetnek az én számomra a nagy tanulsága az, hogy a Paula nem tudja, hogy mekkora szerencséje van a Gézával. Uh-huh. Nem, soha nem látja be. Egy igen. életet panaszkodik végig, miközben a Mézga Géza meg egy életen keresztül szolgálja. Jó, de a Géza az rettenetesen nagy süttyó. Tehát az borzasztóan nagy. A Paula ex-pénzes proli, a Géza meg sima proli nagyjából. Azért mondom, hogy a Máris szomszéd nem veszi őket emberszámba, mert az egyetlen tanult figura az egész sorozatban. De a két gyerek közül egyértelműen az Aladár a jól sikerült gyerek, és a Kriszta az meg a semmire kellő. Mm-hmm. Tehát a Kriszta azzal nem is tudom, hogy kell azonosulni. Az Aladár az egésznek az értelme. Az Aladár az egésznek az értelme. A csoda gyerek. Ami ebből a názból születik, ő valójában az Aladárért történt ez az egész nagy megalkuvás a Mézga Gézával. Mm-hmm. Az Aladárért, aki... Igen, az, ami meghaladja a Mézga Gézát. Magasan, az Aladár a termék. Magasan, ennek az nem, egész szenvedély. Ő az Aladárba már az alkotók magukat írták bele. Valójában az alkotók azok, akik képviseltetni akarják magukat, saját magukat ebben a történetben, azok Aladáron keresztül szólalnak meg. A mai világban az Aladár az, aki az iPad-jével föltöri a szomszédnak a wifi-jét. Igen. A Kriszta viszont fölteszi a seggét az Instagramra. Pontosan. Ennyit tud hozzátenni a technológiai újításokhoz. Igen, vagy bármi. Igen. Az igazság, hogy az Aladár az, akiért az egész érdemes. És az Aladár az, akiben hiszünk, hogy így megszületik ebből a názból. Az anyaföldnek a horti örökségének és a kádárista ember nászának ebből a
ebből a kereszteződéséből megszületik egy olyan Magyarország, ami majd az Aladdárból születik, és reméljük, hogy kevésbé a Krisztából. Ezek voltak a rajzfilmek az Önkényes Mérvadóban Boros Gáborral, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral ma. Szervusztok! Hello! Ezek voltunk, köszönjük, sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az Önkényes Mérvadóságában.